Hát sziasztok! A V2 Riders zenekarnak a fele pontosan képviselteti magát ezen a interjún, Horton. De a V2 Riders zenekar, hát mindig kezdjük a névvel, azért lesz ez a név választva, mert a tagoknak a nagy részének Chopper tulajdonos volt, és hát ez a motoros életérzést próbáltuk átvinni ebbe a zenébe, amit úgy sikerült is, főleg az elején, mert elég sok motoros találkozóra hívtak minket, és akkor arra húztuk, építettük rá ezt a zenei dolgot. A zenekar tagjai, kezdeném Mozorai Csaba, szólógitárosunk, Lázár Csaba, ő szintén gitáron játszik, az énekesünk ő budapesti, de elég sűrűn hazalátogat, ő Molnár Péternek hívják. A basszus gitárosunk az a Béres Csabinak hívják, akiből egy váltás miatt billentyűsi avanzsáltuk át, egy nagyon jó választás volt, és csatlakozott hozzánk pár éve a Sonfalvi Gergő, ő a basszus gitáros. Hát a zenekar az 2007-ben alakult, az alapfelállás az Mozorai Csaba, Lázár Csaba, Fenyőházi László és Béres Csaba volt. Hát én voltam akkor az énekes a dob mögül, így kezdődött az egész. És akkor jöttek a felkérések, és akkor el kellett fejlődgetni a társaság. Hát igazából amikor én ezekkel ilyen fiatal voltam, tehát 70-es években, hát dobfelszerelést azt maximum a lakodalomban láttam, tehát szerintem dobóban egy kezem meg tudnám számolni, hogy hány volt a városban. Tehát ilyen jellegű képzés, tehát én azt mondom, hogy a 90-es évek elején, amikor kicsit kinyílt a világ, akkor lehetett ilyenekbe jobban belevágni. A zenekar repertoáriába tartozik a 60-as, 70-es évek rockzenéi, de hallhatunk többek között Rolling Stone, Eric Clapton, Hobo és P-Mobil szerzeményeket is. Mindezek mellett saját dalokkal is előállnak. A zenekar a kezdeti repertoárjába, tehát próbáltunk ezeket a hard rock őségi, bőségi, 60-as, 70-es évek rockját beépíteni, tehát tudom én, külföldi előadókból megemlítsük, Steppenwolf, Born to be Wild, tehát vannak születtem, tehát ez ilyen alap volt, ilyen motoros találkozókon. Akkor ZZ Topot játszottunk. Bluesokat. Bluesokat, igen, elején bluesokat, nagyon sok blues játszottunk. 2010-ben voltak, és már 2009-ben saját. Igen, voltak saját dalaink. Azok most ilyen, is készülnek folyamatos. Most is készülnek, akkor is ilyen bluesos. Az első ilyen saját dalok azok inkább ilyen bluesosak voltak. És akkor egy idő után azt vettük észre, hogy ezt a hard rock verziót sokkal jobban szereti a közönség, mert nekünk is jobban fekszik, meg eladhatóbb is. És átálltunk ezekre az őrségi hard rock számokra, tehát akkor már felvettünk a repertoárba ilyen Deep Purple-öket, akkor ezeket a rock blues számokat, tehát egy-két hobó feldolgozást, abból is a pörgősebbeket. Hát a P-Mobil feldolgozás. P-Mobil feldolgozásokat játszottunk, és hát elég jó kezdett összerázódni az egész, tehát megették, amit csináltunk magyarul. És egyszer csak azt vettük észre, hogy kinyílt a világ, elég sok helyre hívnak minket. Számos magyar rockzenésztel álltak már egy színpadon, mint például Rudán Joe-val, mellesleg az első magyar hard rock zenekarral, a P-Mobillal is szerveznek közös koncertet. Én úgy gondolom, hogy a Joe-val most már szerintem egy ilyen 7-8 éve kapcsolatban vagyunk. Hát eleinte többször, de hát őnek is azért kicsit úgy gondolom, hogy megszaladta szekere, tehát népszerű lett, csinált egy saját zenekart, meg csinálja az akusztikot, tehát tele van a naptára. De évente ez a Bikali buli, ez már nagyon régóta megy, talán a 7. alkalommal, igaz? Ja, volt tavaly. Idén is lett volna, igen. Ez mindig a Bikali falunapnak a úgymond nulladik napja, a pénteki nap. Akkor van egy ilyen rokkos nap, akkor általában V2 Riders is, akkor Rudán Joe szokott lenni. Ritkán mondhatják el, hogy igazából azt mondom, hogy az alapfelállás az 2007 óta, az a kemény négy tag, csatlakozott hozzánk plusz két ember, de nagyon, nagyon jó hangulat a zenekarban, nagyon jó, toleráljuk egymást, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát az, hogy együtt zenélünk, az egy dolog, de amúgy emberileg is kedveli a társaság egymást, tehát ez nagyon sokat számít. És ritka dolog, hogy több mint 10 évig húzzák egy csapatba. Mi nem állunk le, azért húsvét után szerintem azért lelejövögetünk,
itt azért szigorúan betartva a másfél métert, itt be is lehet. Meg olyan fogjuk, mint egy család. Tehát. Igen, tehát nagyon nem mozgunk idegen körökbe, tehát mindenki otthon van szinte. Tehát, igen. Hát csináljuk, szeretjük.